Hadházi Ákos lemondott LMP társelnök, független parlamenti képviselő aláírási akciót indított útjára, amivel arra akarná rábírni a kormányt, hogy az eddigi ellenállását feladva léptesse be Magyarországot az Európai Ügyészségbe. A magyar ügyészség olyan ügyeket hagy futni hagyni, olyan elkövetőket hagy futni hagyni, akik akár a legfelsőbb szintekről szervezik az Európai Uniós pénzeknek az elcsalását, és ennek véget kell vetni. Számos példát tudnék mondani, de szerintem az egyik legismertebb az Farkas Flórián fideszes képviselő, ahol még a kormánynak is vissza kellett kérni az ellopott pénzeket. Nem tudta visszakérni, de a kormány is elismerte, hogy itt ellopták a milliárdokat, és mégis ez a képviselő még szabadon fut. Az aláírásgyűjtéshez a Demokratikus Koalíció is csatlakozott, hiszen az ő álláspontjuk is az, hogy csatlakozni kell az Európai Ügyészséghez, hiszen nem maradhat büntetlenül az, amit elkövetnek. Hadházi Ákos képviselőtársam, aki a parlamentben ennek hangot adott, és mivel a Demokratikus Koalíciónak ez az elvi álláspontja és döntése, ezért szívesen támogatjuk és örömmel veszünk részt abban, hogy ez a kérdés minél többekhez eljusson és minél többek aláírhassák. Varjú László, a Demokratikus Koalíció alelnöke elmondta, hogy a DK szervezete járja az országot, több mint 1100 településen van jelen, és remélik, hogy minél sikeresebb lesz az akciójuk.